Egy közkedvelt televíziós szappanopera szereplőjeként ismert színművész, Domokos László előadását láthatták a nézők május 11-én a Szabadidő Központban. A székely származású művész fantasztikus humorával, remek, személyes élményeken alapuló, szülőföldjéről származó történeteivel szórakoztatta a bábolnai közönséget. Isten, jó estét! Jó helyen, Bábolnai Szabadidő Központ? Igen. Igen, jaj, drága jó testvérek! Hát én hogy örülök, hogy itt vagytok? Tudjátok-e, minek örülök még jobban? Hogy én is ide élik. Jó messze van Bábolna Csíkszentkirálytól. Képzeljétek el, tegnap, akár hisztek, akár nem, még nagybátyámmal, Huszti bátyámmal, a Hargita tetején, hó már nincs, de múlt héten volt, még erdőltünk. Azaz erdőltünk volna, de Prémontában olyan harabászkit kaptunk, hogy tiszta háportika volt. Hát én elkezdtem háportikáztam, de nem lehetett. Beletettem egy borkámba, felraktam a remorkára, ugye, amit Huszti bátyám jól megpakolt erővel, de a rókancák nem bírták, eszedúadt az egész. Ott maradtunk egy futuszkópálik, és egy kitánca nélkül. Na de éppen emiatt elengedtek, elindulék, és hál' Istennek megérkeztem. Kezdhetjük? Igen. Jó estét kívánok, hölgyeim és uraim! Ma a hazánkban a színészeket általában onnan ismerhetik, hogy vagy televíziós sorozatokban, vagy tévéfilmekben játszanak. Ugye te is voltál olyan szerencsés helyzetben, hogy hosszú évekig szerepeltél egy televíziós sorozatban, de ugye a színész az nem feltétlenül azt csinálja, ugye az is egy szerep, elsősorban színházakban szerepel, és a színházlátogatóknak van olyan szerencséjük, hogy ismerhetik azt az arcát is, amelyik a komolyabb, vagy adott esetben a vidámabb. Ugye te kitaláltál magadnak egy ilyen teljesen újszerű előadásmódot, amellyel a hazádat, a szülőhazádat hozod el a közönség számára. Igen, a sorozatra visszatérve, tehát most már nem tilt, a Barátok Közben szerepeltem 12 éven keresztül, ami egyszerre, hát azt kell mondjam, hogy inkább áldás volt, mint hogy visszahúzott volna. Nagyon sokan féltettek arról, hogy beskatujázza az embert, meg csak így gondolnak a nézőkre. Meg kell mondjam, hogy talán 2000-es évek elején, a 90-es évek végén, amikor indult a sorozat, ez egy valós probléma lehetett, de a 2010-es évekre annyira normális kezdett lenni az, hogy a színésznek szakmája, ugyanúgy a szakmájának egy része a sorozatban való szereplés, mint a színpadon való szereplés, vagy filmben való játszás, hogy ez teljesen természetes volt, és én ennek hátrányát egyáltalán, inkább mondom, az áldását éreztem, amit igazából fel se fogtam, hogy főleg 2011-ben csúcson volt a sorozat is. Esténként 2,2 millió ember ült a képernyő előtt, tehát ezt én színészként nem tudom felfogni, hozzá vagyok szokva kis stúdió előadásokhoz, ahol 80-90 ember, most a Táliában hál' Istennek telt házakkal azért 600 ember néz estéről estére előadásokat, aminek nagyon örülünk így a pandémia után, mert elég nehéz időszakon vagyunk, túl színészek és színházi dolgozók egyaránt, főleg aki nem volt szerződésben, az nagyon nehezen tudta átviselni ezt az időszakot. És hát ez a pandémia előtt jött az ötlet. Igazából onnan jött, hogy én is érzek egy elmúlást. Koromnál fogva is idősödünk, tehát az idő mindenkivel telik, de otthon Székelyföldön, ugye én 74-ben születtem, és a 70-es évek vége Székelyföld, ne adj Isten, a 90-es években, ahogy a párom, a feleségem, amiről mesélek is az előadásban, hogy megismeri Székelyföldöt, az ma már szinte nincs. Az emberek szívében, a temetőkben és a jófajta történetekben maradt fönt, ami nem várható el, ugye, ugyanis, hogy egy erdélyi székely konzervdobozban, még mindig névviseletben fogadja a turistákat, tehát nem erről van szó, de a nyíltságával, a világ globalizációjával, tehát Székelyföld is teljesen felzárkózott, felcsatlakozott ehhez a dologhoz, és emiatt egy kicsit nosztalgiával, és ebből a célból is emléket szerettem volna állítani, meg azt a nemes célt tűztem magam elé, hogy reklámozzam egy kicsit a székely embert hiteles forrásból.
hogy ez egy nagyon vidám előadás, úgymond stand-up, székely stand-up, ami saját élményekre is, ahogy említetted itt a színpadon is, 80-90%-ban igaz történetekre alapul, nem úgy, mint azok, akik stand-uposként a színpadra állnak, és kitalált, mondva csinált történetekkel szórakoztatják a közönséget, és itt azért egy egész komoly néprajzi, nyelvi képzésben is idézőjelben részesültek a nézők. Igen, az eredeti címe az előadásnak az Székely nyelvlecke kezdőknek és haladóknak. Utólag, tehát egy kicsit az eladhatatlanság miatt neveztük el Székely stand-upnak. Igazából a maga stand-up azt jelenti állj fel és mesélj, tehát akkor ilyen szempontból megfelel a műfajnak, habár mondom, a maga az előadás az nem egy stand-up, úgymond, hanem mesélek, szent elhatározás, mesélem a családomba. Olyan család vagyunk, hál' Istennek otthon, a párom nem győz eleget csodálkozni ezen, hogy százszor is el tudunk egymásnak, és százszor kacagunk egyet történeten, ami megtörtént velünk, és hál' Istennek rengeteg minden történt meg az évek során, amiből így összeállt az előadás. A feladat az lenne, hogy le kéne fordítsuk ezt a szöveget. Én mondom, és te elmondod, hogy mit értesz alatta, jó? Tehát elmentünk Guszti bátyámmal erdőlni. Erdőlés. Erdőlni. Erdőlni. Akkor erdőbe mászkálni, vagy? Hát, az keményen feladat, mert tűzifát gyűjtünk ilyenkor, hogyha erdőlni megyünk. Ez a történet, ez folytatódhat, tehát újabb történetekkel gazdagodhat az alapján, ahogy időnként mondjuk hazalátogatsz, és ez felfejlődik még, tehát fel lehet fűzni erre a dologra újabb történeteket? Igen, igen, érdekes módon, hát például mesélem a nagy gátat a nagy dugásnál, ott amikor elmeséltem, otthon volt egy előadásom, hát vért izzadtam, mert azért székelyeknek székely történeteket mesélni elég nehéz. Nagy kihívás, úgyhogy, de végül is sikerült az előadás, és akkor jöttek hozzám, és elmesélték az egy másik variációját, amit bele is építettem az előadásba, és természetesen, ahogy gazdagodik, vagy a témákhoz hozzá tudok tenni valami újat, valami eredetit. A kritérium az, hogy eredeti legyen, hogy megtörtént. Na most ez a megtörtént, ahogy mint mondom, rablómesék is vannak benne, természetesen a jó kedvéért, azért színészek vagyunk és mindent. De zömmel erre törekszünk, hogy eredeti történeteket tegyek bele. Egyébként a te nyelvezeted az valamikor ez volt, tehát fiatalkorodban hasonlóképpen beszéltél, hasonlóképpen ejtetted ki a hangzókat, hasonló formában csürtett, csavartad a mondatokat? Hát igen, ez is érdekes azért minket a Marosvásárhelyi Színművészeti Egyetemen. Külön volt egy tanárunk, aki a székelyeket leszoktatta a székelybeszédről. Ez, amint említettem az előadásban, hogy a magánhangzók nagyon érdekes ejtéséből ered a székely tájnyelv. Nekem talán annyiban volt, és azért nem hallatszik, ezt többen mondták, hogy milyen érdekes, amikor egyszerűen beszélek, hallatszik a tájszólás a beszédemben, amikor színpadra megyek, vagy a filmben nem hallatszott egyáltalán. Én az iskoláimat Brassóban végeztem, ahol egy elég nagy román közösség miatt, és a románban a magánhangzók nagyon nyitottak, és emiatt a zárt széke A-E-O egy picit nyílt, és nem esett olyan nehezemre használni. De az az igazság, hogy hazamegyek, és visszajövök, de nem csak én, a párom is teljesen székelyül beszél, úgyhogy nem értik néha. Tehát egy-két helyen a kollégák, hol voltál megint Székelyföldön? Igen, mert teljesen átragad ránk a fiamra is a hangsúlyok, a szókötések. Mondok egy példát, hát a sorozatban volt egy jelenet, amikor a László tört zugozott, benyújtottam egy üveg viszkit, az volt a szövegem, hogy gyere, megiszogatjuk, de hát én tanultam, de nem pontosan, és ott a hévben azt mondtam, gyere, megillogatjuk, és kérdezték, mit mondtál? Mert mi így mondjuk, az iszogatásnak azt mondjuk székelyföldön, hogy megillogatjuk, tehát gyere, illogassunk egyet. Na és ezeket nem tudom, és nem is akarom, az az igazság, tehát ezek hozzátartoznak a nyelv szépségéhez, az az érzés. Amikor már egy hónapja görnyedtem a vidám önéletrajzom fölött, hát mi lehet vidám abban, hogy megszülettem 1974. január 26-án? Gondolkoztam semmi. Egyszer csak eszembe jutott, ha csak az nem, hogy akár hiszitek, akár nem,
Én gyerekkoromban, születésnapom alkalmával minden évben szabadnapot kaptam az iskolában. Ez hagyján, de hogy telt az idő, észrevettem, hogy az egész osztályt, sőt az egész iskolát szabadnapra engedték. Nem kellett menni születésnapom alkalmából iskolába. Sőt, akkoriban nagy diktatúrában éltünk, jegyrendszer volt, születésnapom alkalmából dupla adag, 2 kiló hús helyett 4 kiló húst kaptunk, 1/2 kiló kenyér helyett 1 kiló kenyeret, 20 tojás helyett 40 tojás, nagyon büszke voltam. Sőt, észrevettem egy adott pillanatban, hogy este bemondja a híradó a születésnapomat. Aztán később jöttem rá, hogy ez merő véletlen, és egybeesés. Annyi történt csak, hogy egy napon születtem Ceausescu-ba. Egyébként milyen szerepekben láthat téged mostanában a közönség, illetve a televízió foglalkoztat-e még? A televízióval picit úgy vagyok, hogy 12 év elég sok volt, és hál' Istennek a Tália Színházban játszom. Most egy picit belefáradtam, úgy éreztem a vége fele. Nem mondom azt, hogy nem volna rá, de elég szépen megterhelnek a színházban. 4 előadásban is játszom a Táliában, ajánlom figyelmükbe az Orient Express-t, a Gyilkosság az Orient Express-en, vagy a Legszebb férfikor, vagy a Bolha a fülbe, vagy az Alul semmi, elég nagy sikerű előadások, amikben kisebb, nagyobb szerepekben részt veszek. Jövőtől, ha jó Isten megsegít, akkor elindul a normális színházi élet, elkezdünk új darabokat próbálni, mert most 2 évig nem is tudtunk új darabokat próbálni rendesen, és megnyílt a Téli Kert is, ahol művészibb színházat próbálnak a vezetőség létrehozni, a nagy színpadon pedig a minőségi szórakoztatásban próbálunk minél jobbat alkotni. Akár hisztek, akár nem, 60 km távolság, de a csíki ember teljesen másképpen gondolkodik, és beszél, mint a háromszéki, teljesen más a gasztronómiája, teljesen más az öltözete, teljesen mások a népdalai. És hát a másfajta beszédből jöttem rá, hogy elég nagy problémák vannak, mert sátoros ünnepek alkalmából, amikor a két rokonság összeáll, hát az első 5 percben, ez nálunk olyan 7-8 pálinkát jelentett, az első 5 percben nem nagyon értették egymást. Nálatok azt mondják bémecskán, nálunk azt mondják bébük lent, meg ehhez hasonlókat mondogattak. Aztán rájöttem, hogy a félreértés az e hangzónk, az e betűnk másféleképpen kiejtésében rejlik. A háromszéki azt mondja az e betű helyett, megpróbálom rendesen elmondani, elég nehéz. Nem tudom mennyire is, mert tudjátok, hogy a magyar nyelvtan 22 hangzóját különbözteti meg az e betűnek, és ezek között van a most kiejtett Sápszizán Györgyi vagyok. Sápsziz a. Nagyon hátulról képzi, azt mondja a betű. A. Ehhez képest a csíki nem e betűt mond, meg nem át, hanem azt mondja, hogy a. Amber! Mutatom egy példával. Áll a csiki atyafia busz megállóban, zuhog az eső, ázik, mint a macska. Egyszer csatlakozik hozzá a háromszéki atyafi, és az is ázik, és 4 óra múlva azt mondja a háromszéki, elment a busz. Azt mondja a csiki,